Bill Gates most már a globális élelmiszeriparra összpontosít, ahol szintén már jelentős és roppant kritikus befolyás gyakorol. Itt nem csupán filantrópiáról vagy üzletről van szó, hanem arról, hogy egy óriási hatalommal és vagyonnal rendelkező ember megpróbálja átformálni azt, hogy mi kerüljön a tányérunkra. Gates programjának középpontjában az alternatív fehérjék, növényi alapú laboratóriumban termesztett húsok, sőt, rovarfehérje elterjesztése áll. És ez nem csak arról szól, hogy választási alternatívákat kínál. Azt szeretné, ha ezek lennének az elsődleges, hanem az egyedüli fehérje forrásaink. És hát Gates befolyása a globális táplálkozás és az élelmiszerrendszerek terén tett pénzügyi kötelezettség vállalásai révén nagyon mélyre nyúlik. Úgy tűnik, hogy a Bill és Melinda Gates alapítvány hatalmas forrásaival diktálni is kíván. Istent játszik az élelmiszeriparban és világszerte rákényszeríti az emberekre táplálkozási preferenciáit. Ez egy olyan vízió, amely egyesek szerint homogenizált globális étrendhez vezethet, megfosztva minket a hagyományos étkezési szokások sokszínűségétől és figyelmen kívül hagyva egy ilyen drasztikus változás kulturális, etikai és egészségügyi következményeit. De vajon egyetlen embernek van-e hatalma eldönteni, mit tegyen a világ? Bizonyára hallottál már arról, hogy Bill Gates egészen komoly lépéseket tesz a mezőgazdasági ágazatban. Az USA 18 államában csendben megkaparintott termőföldeket, összesen 242.000 hektárt. Ami igazán feltűnő, az a GMO-k iránti rajongása. Ez az ember most egy élelmiszeripari forradalmat szorgalmaz, búcsút intve a hagyományos húsnak és üdvözölve a laboratóriumban előállított növényi alapú húst. A Yellowstone-i gejzírből származó fehérjékben gazdag mikróbák hamarosan a te tányérodon is ott lehetnek. Kicsit nyilván túlzás, de ez a hír járja Gates és élelmiszeripari vállalkozásainak világát. Mint mindig, ahol egy Gates által támogatott megoldás van, ott általában pénzügyi tét is van. Bill Gates a szintetikus marha húst például a növényi alapú és a laboratóriumban előállított hús dicsőíti, mint az éghajlatváltozás megmentőjét, és micsoda meglepetés, neki is van némi érdekeltsége a játékban. Nem egyedül van ebben a vállalkozásban, a műhús mögött álló Impossible Foods nevű startup céget Gates és néhány más nagyágyú, köztük a Google és az Amazon.com nagyfőnöke Jeff Bezos közreműködésével támogatja. Ez az egész ötlet, hogy cseréljük le a hagyományos marhahúst bogarakra, illetve növényi alapú és laboratóriumban előállított húsra, Gates Hogyan kerüljük el a klímakatasztrófát című könyvében olvasható, amely 2021. februárjában került a könyvesboltok polcaira. Ez egy olyan írás, amelyben Gates nem csak fecseg, hanem már befektetett a játékba, és azt szeretné, hogy te is szállj be az új élelmiszeripari forradalomba. A nagy húzás az, hogy az állattartás visszaszorítása csökkenteni fogja a metán kibocsátást, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának egyik fő tényezője. De mi ezzel a probléma? A metán sztori főként a koncentrált állattartással foglalkozó üzemekben bontakozik ki. Ezeken a helyeken a tehenek GMO gabonákból álló, nem túl tápláló étrendet esznek, és itt nem a természetes füvet majszoló, szabadon legelésző állatok festői látványa fogad. A bolygó és a jólétünk szempontjából tehát nem az lenne a legokosabb lépés, ha minden állattartásról lemondanánk, hanem ha a koncentrált takarmányozás területén felráznánk a dolgokat. A legeltetés állattartás nem csak a talajminőségét javítja, hanem a termés minőségét és mennyiségét. Ez mindenki számára előnyös, amely nem jár azzal, hogy 200.000 tehenet ölünk le, ahogyan azt Írországban javasolták, hanem inkább azzal, hogy változtatjuk, hogyan kezeljük őket. Bill Gates és más befolyásos hollywoodi személyiségek a rovarfogyasztás mellett teszik le a voksukat, mint az éghajlatváltozásra való tökéletes megoldás, és a bogarakat a hagyományos húsok, például a marha, csirke és sertéshúsok fehérjében gazdag alternatívájaként ajánlják. Azzal érvelnek, hogy a húsfogyasztás csökkentése, különösen az állattenyésztésből származó húsfogyasztásé enyhíti a környezetszennyezést. De vajon tényleg ez a fő oka annak, hogy a kistermelőket támadják? A bogárfogyasztás általánossá tételének lehetőségét politikai motivációk is vezérelhetik, amelynek célja a rovar alapú termékek piacának megteremtése és a kialakulóban lévő trendből való profitálás. Nem kizárt, hogy a vállalkozásairól ismert Bill Gates a rovar alapú élelmiszerek népszerűsítésében rejlő potenciális jövedelmezőséget tartja szem előtt. Ez a narratíva még az olyan platformokon is egyre nagyobb teret nyer, mint a Világgazdasági Fórum. Ha egy pillantást vetünk a honlapjukra, feltűnik a koncepció iránti figyelemre méltó elkötelezettség, amely a következő cikkekben nyilvánul meg. Kukacok vacsorára. Európa támogatja a rovar alapú élelmiszereket. Jó falat! Így ehetünk hamarosan rovarokat és bogárburgerre vágysz! A Financial Times és a The Economist a globális kapitalizmus támogatói is ezt az álláspontot tükrözik, és a következő címekkel támogatják az entomofágiát. Bogárevés? Egy kulináris ötlet lábakkal. Miért van értelme rovarokat enni?
Meghökkentő módon az Európai Bizottság nem egy, hanem két nem hagyományos fehérjeforrás, a házi tücsök és a lisztkukac lárva fogyasztását is engedélyezte, és az EU-ban emberi fogyasztásra alkalmas új élelmiszerek kategóriájába sorolja őket. A lisztkukac lárvára hasonlító hernyókat mostantól árusításra alkalmasnak tekintik, és a szárított és a fagyasztott formáktól kezdve paszta és porformájában is kaphatók. Olyan kulináris forradalom ez, amely felforgatja az élelmiszerekről alkotott hagyományos elképzeléseinket. Szerencsére a rovarfehérje bevezetése az étlapokra nem kötelező, és kedvenc éttermed nem csempészheti bele az ételedbe anélkül, hogy erről tájékoztatnának. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy az újonnan jóváhagyott rovar összetevőket tartalmazó termékeken egyértelmű címkéket kell elhelyezni, a fogyasztókra bízva a döntést, hogy akarnak-e bogarakat rágcsálni vagy sem. De ez a jóváhagyás csak a jéghegy csúcs, amivel további 8 rovarfehérje fajta várja türelmetlenül, hogy a bizottság engedélyezze őket. Ez egy korszakalkotó változás abban, hogy mit eszünk. Lehet, hogy ez az első lépés afelé, hogy a jövőben rovarfehérje fogyasztásra kényszerítsenek minket, és a környezetvédelem nevében lemondjunk kedvenc húsételeinkről. És miközben a rovarok hatékonysága fehérje forrásként egyre nagyobb elismerést kap, a széleskörű étrendváltás általános környezeti hatása továbbra is bizonytalan. Továbbra is kételyek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen változás jelentősen mérsékelhetné az éghajlatváltozást. A rovarfogyasztás elismert előnyei ellenére az egész feltevés érvényességével kapcsolatban kétségek merülnek fel. Bill Gates, aki elsősorban a technológiai területen szerzett hírnevet magának, az elmúlt években a globális egészségügy és a táplálkozás területére is behatolt, és hirtelen az étkezési szokások jelentős megváltoztatását szorgalmazza. Ne felejtsük el, hogy ő ugyanaz az ember, aki szerint a globális felmelegedés megakadályozása érdekében füstakaróval kellene beborítanunk a Földet, hogy elhomályosítsa a napot. Ezen a területen azonban vitatott a tekintélye. Még a szakértők is azt állítják, hogy a technológiai szakértelme nem feltétlenül jelenti azt, hogy mérehatóan ért a táplálkozáshoz vagy a környezettudományokhoz. A szkepticizmus egyre mélyül a gazdaság és a hatalom befolyását illetően a közpolitika alakításában, és sokan úgy látják, hogy Gates támogatása túlkapás, amely potenciálisan olyan irányba tereli a globális táplálkozási gyakorlattól szóló narratívát, amely nem feltétlenül elfogulatlan és nem teljesen megalapozott. A rovar alapú étrendekkel kapcsolatos narratíva is bonyolult fordulatot vesz, kulturális etikai dimenziókkal ütközve, különösen az Egyesült Királyság iskoláiban bevezetett rovar alapú élelmiszerek kapcsán. Ezt a kezdeményezést egyesek többnek tekintik, mint puszta étrendváltást. A kulturális normák átformálására és a fiatalok étkezési szokásainak befolyásolására tett kísérletként érzékelik, ami már-már kulturális gyarmatosításnak is nevezhető. Az ilyen jelentős étrendi változtatás ráerőltetésének etikai következményei, különösen olyan társadalmakban, ahol a rovarok evése nem hagyományos gyakorlat, mérhatóak. Ez a lépés alapvető kérdéseket vet fel az egyéni és kulturális étkezési választások tiszteletben tartásával kapcsolatban. Belemerül a fiatalabb generációk élelmiszer preferenciáinak manipulálásának szélesebb körű következményeibe, hangsúlyozva az érzékeny egyensúlyt a fenntarthatóságért való kiállás és a kulturális sokszínűség potenciális megsértése között. A kulturális és etikai megfontolásokon túlmenően a hagyományos agrárpraktikákra gyakorolt lehetséges hatás is figyelmet követel. A rovar alapú táplálkozásra való átállás felboríthatja a hagyományos mezőgazdasági ágazatokat, különösen azokon a vidékeken, ahol elsősorban állattenyésztésből élnek. Nagyon fontos lenne egy átfogó megközelítés az étrendátállás mérlegelése során, ami hangsúlyozza a fenntarthatósági célok és a meglévő mezőgazdasági gyakorlatokra támaszkodó közösségek jóléte közötti összhang fontosságát. Bár a bogárevés ösztönzésének indoka lehet az éghajlattal kapcsolatos aggályok kezelése, a kultúrára, az etikára és a hagyományos gazdaságokra gyakorolt negatív hatásokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. A rovar alapú táplálkozás körüli viták kibontakozása során a motivációk és a következmények kritikus vizsgálata elengedhetetlen, hiszen olyan kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, amely tiszteletben tartja a kulturális sokféleséget és fenntartja az érintettek megélhetését. De ez még nem minden. Tény, hogy a hagyományos húsok egészségesebb alternatívájaként reklámozott növényi alapú húsok robbanásszerűen hódították meg a piacot. E termékek egészségügyi vonatkozásai azonban korántsem olyan egyértelműek, mint amilyennek tűnnek. Miközben olyan előnyöket kínálnak, mint az alacsonyabb terített zsírsavszint és a koleszterinmentesség, aggodalmak merülnek fel a magas nátriumtartalom és a nehézkes feldolgozás miatt. A genetikailag módosított termékek használata szintén nagy vitákat vált ki.
Ezek a termékek, amelyek gyakran a valódi hús állagát és ízét utánozzák, kérdéseket vetnek fel az ilyen mértékben feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának hosszú távú egészségügyi kockázataival kapcsolatban. A géntechnológiával módosított organizmusok fogyasztásának hosszú távú hatásai még nem teljesen ismertek, és a szintetikus adalékanyagok használata tovább növeli a távolságot a termékek és a teljes értékű élelmiszerek között. Mindez növekvő szkepticizmushoz vezetett azzal kapcsolatban, hogy ezek a növényi alapú alternatívák valóban egészségesebbek-e, vagy csak a feldolgozott élelmiszerek újabb formái. A laboratóriumban előállított hús az alternatív fehérje források egy másik határterülete, komoly etikai és biztonsági aggályokat vet fel. Az állati sejtekből laboratóriumokban termesztett húst az állattenyésztéssel kapcsolatos etikai problémák megoldásaként hirdetik. A hús laboratóriumi körülmények között történő előállításának folyamata azonban kérdéseket vet fel az élelmiszer természetességével kapcsolatban. Ezen túlmenően az ilyen termékek fogyasztásának biztonságossága, amely még mindig gyerekcipőben jár, továbbra is vitatárgyát képezi. Az új élelmiszer technológiákra vonatkozó hosszú távú tanulmányok és szabályozási keretek hiányában a fogyasztók szűz területre merészkednek. Gates nem csak azt javasolja, hogy az emberek hagyjanak fel a túlzott húsfogyasztással, ő magasabbra tör. Teljes mértékben szintetikus marhahús étrendre való átállás sürget az amerikaiak és a nyugati világ számára. Gatesnek van érzéke ahhoz, hogy a szabályozást úgy alakítsa, hogy az a fogyasztók érdekeit kielégítse, és itt kezd igazán érdekessé válni a dolog. Oregon állam 2022-ben egy szavazási kezdeményezést vetett fel az államon belüli hús értékesítésének és fogyasztásának betiltására. Az 1310-es számú oregoni kezdeményezés indítvány az IP13 célja az volt, hogy eltörölje az úgynevezett jó állattartásra vonatkozó kivételeket és bűncselekményé minősítse az élelmiszer célú állatok tenyésztését és levágását. De ez még nem minden. A javaslat tovább fokozta a dolgokat azzal, hogy a hagyományos állattartási gyakorlatokat, mint például a mesterséges megtermékenyítést és az ivartalanítást szexuális erőszaknak bélyegzi. Ha ez a törvényjavaslat valaha is zöld utat kap, az nem csak egy alapos átrendeződés lesz, hanem kegyelemdöfés is a 12 000 oregoni marhahús termelő számára. Ezek a keményen dolgozó emberek, akik évente mintegy 1,3 millió szarvasmarháért felelősek, gyakorlatilag a vágóhídra kerülnének az állatokkal együtt. A javasolt szabályok nem viccelnek. A szarvasmarhákat legalább 5 évig kell tartani, mielőtt egyáltalán fontolóra lehetne venni a levágást. Ez olyan feladat, amit a legtöbb állattenyésztő nem élne túl. Viszont azt nem mondták el, hogy a marhahús hamis élelmiszerekkel való helyettesítése szintén része a klímaagendának, amit a legtöbben vakon hajlandóak vagyunk támogatni. Íme a nagyobb kép. Az Agenda 2030 célja, hogy 2030-ra 2005-ös szinthez képest felére csökkentse az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását. És ha minden a terv szerint halad, 2050-re el akarja érni a nulla kibocsátást. Ez egy saktáblához hasonló játék, és a hagyományos állattenyésztés leállítása úgy tűnik, hogy az egyik lépés a táblán ezeknek a magasra tűzött környezeti céloknak az elérésére. A mainstream média tagadó hangot üt meg, amikor a nulla nettó kibocsátás terve és a tányérok közötti pontok összekapcsolásáról van szó. Nos, mert senki, aki az ügyet előmozdítja, nem ejtette ki a varázsszavakat. Marhahús vagy hús? Legalábbis nyilvánosan. De a Daily Mail alapos nyomozása más képet fest. Elemzésük szerint az ambíciózus nettó nulla kibocsátási cél eléréséhez többre lenne szükség annál, mint hogy lecseréljük az autóinkat és másképpen fűtsünk. Készülj fel arra, hogy a terv része lehet a hús iránti szenvedélyed komoly visszafogása is, mint például a fogyasztás drasztikus csökkentése évig 2 kg személyenként. Ez naponta alig 5 g-ot jelent, vagy ha szemléletesebben akarjuk bemutatni, hozzávetőlegesen egy átlagos méretű hamburger egy hónapban. Az ellenmondott igazság az, hogy a zöldebb bolygó felé vezető úton talán kevesebb hamburgerrel van kikövezve a tányérodon, akár kimerjük ezt hangosan mondani, akár nem. Ahogy végére érünk a változó élelmiszeripari környezet feltérképezésének, szívesen meghallgatnánk a gondolataidat a témáról. Szerinted rendben van az, hogy a kormány és a globális elit dönt arról, hogy mi kerüljön a tányérunkra?